Át az idézetekre, mondjára. Ktaim nifharim mi amikorot besiman simchat Torah. Kiválasztott idézetek a Simchat Torah, a Tora Örme című részekből. Tehát a Simchat Torah Rabas írásában olvassuk az első cikket, a Tóra öröme. Így van a Sárkávanodban, a szándékok kapujában, hogy a Tórát Zerampinnak is nevezzük, és amikor ez adakozik a Malkut irányában, nevezetesen amikor a Malkut felkészül, hogy megszerezze a felső bőséget, akkor a Zerampin, aki Tórának is nevezünk, boldog. És ezt nevezzük úgy, hogy Simchat Torah, az a Tóra öröme. Bár a szolámnak megfelelően ez azt jelenti, hogy az embernek boldognak kell lennie, és ez örömet okoz a teremtőnek is, mivel ilyen módon képes a teremtő adakozni az alsó irányába. A teremtő a Zerampin, az alsó pedig a Malkut, a Tórának az öröme pedig az, amikor a teremtő, a Tóra és a Zerampin az ragyog, a Malhut felé, a szentség felé, a csoport, a tízes kör, Izrael gyülekezete pedig fogadja ezt a fényt, minden össze van kapcsolva. Van ezzel kérdés? De erről? Tudsz erről kérdezni? Na kérdezz annyira. Mit jelent az, hogy a teremtő boldog? A teremtő boldogság azt jelenti, ez egy kifejeződése annak, hogy ő közöttünk lakozhat és feltárulhat a számunkra. És az ő a teremtésben bejelentett rejtett gondolata feltárulhat, és az összes öröm, amit ő felkészített az ember számára, az örömek, hogy érezheti a teremtmény, a teremtőt, ez feltárulhat. Tehát én szeretek valakit, mondja. Tehát én élvezem azt az örömet, hogy mellettem van. Az ő jelenléte kitölt engem. Tehát a teremtő élvezi, amikor a teremtett lény meg akar szerezni tőle, kapni tud tőle. Oké, de mit jelent az, hogy öröm? Tehát ez egy emberi érzékelés, és ezt nevezzük úgy, hogy én ki vagyok töltve az ő befolyásával, tehát bennem örül a teremtő. Na de az, hogy mi az örömnek az érzése, igazából senki nem tudja. Kérdezz meg a tudósokat, a pszichológusokat. Ők elmagyarázzák neked, hogy mi történik valahol az agyban, ez, meg az történik, megemelkedik a cukorszint, meg mit tudom én, ennyi. Tehát önnek van valami forrása az agyban, elektromos áramok keletkeznek, senki nem tudja egyébként, hogy az mi. Ez spirituális érzés. Oké, na de ez velünk ki van így. De mit jelent az, hogy a teremtő élvezi azt? De mi történik a rendszerben? Na, a teremtő öröme. Ja, nagyon egyszerű, mondjam. Nagyon egyszerű. Én érzem, hogy ő örömet érez. Én érzem természetesen, ez mindig én vagyok, aki érzi. Mindig rólunk van szó. Ő valóban érzi, tehát ő ad nekem egy megértési lehetőséget, hogy érezzem azt, amit jelent az ő megelégedettsége. Ennyi, mondja rám. Na? Na, mit szükálnak, és minden rendben van, kérdezi Rav? Tehát akkor elértük a Tórának az örömét, itt ülünk, és halálboldogan élvezzük az örömet, mondja Rav. Kettes, a mi szándékunk és célunk a Sminé Atzeret, azaz a Tóra öröme napja, azaz egység a Kadosh Baruch Hu, vagy Kucsa Brihu és Izrael között. Tehát nyilván az általános lélek, tehát annak érdekében, hogy magunkra mondjuk a felső fény, az összes fény az Zerampin Acilutból árad, és leereszkedik a Malkut Acilutra, és annak megfelelő, hogy a Bia világában a teremtett lények, akik ott vannak a lelkek, képesek, mennyire képesek felemelkedni a Malkut Aciluthoz, és összeolvadni azzal, és kiterjeszteni a saját edényüket az Ein Szof fényének a megszerzésére, ezt nevezzük Zerampinnak.
Oké, de az elv... És ez azt jelenti, hogy a teremtő Izrael és a Tóra egy, azaz a fény, amely az Erampimból árad felénk, ez a korrekció fényeként nyilvánul meg, ezt nevezzük úgy, hogy a Tórának a íze, a fény, ami kitölti a Tórát, ugye ez az orajta a fény, azonban az erőfeszítések által, amit a Tórában teszünk, és az ember száján való kirelezés adja meg az egységet Izrael felett. Ez az a visszavert fény, amit kilélegzünk, magyarabb. Ezért Izrael lelkei összekötődnek a Tóra betűivel, és a kilélegzés által, és az erőfeszítés által, amit a Tórában tesznek, a felső fény kiterjed a malhut felett. Az a visszavert fény összeköti a malhutot, és felmegy az erámpiot. És akkor az összes ítélet meg lesz édesítve, haszadimmal magyarabb, és ez az ideje a végső egységnek és az ivóknak, amikor a Teremtő egyesül Izrael gyülekezetével, és ők elérik az összetapadást a gyökerek gyökerével, amely az első gondolatban befoglaltatva a teremtés gondolatába, és ez a jelentése a 8. napnak, amikor neked átszeretet kell tartani, amely, amikor magadra vonod a gyülekezetnek a fényét, amikor önmagad számára az örömet érezni, és akkor te összetapadsz az acerettel, amely az Enzofnak a fénye. Ugye az aceret az a Szimhat Tórának a napja, az örömnek a napja. Mit jelent az, hogy az összes ítélet meg van édesítve? Hogy történik ez? A gúrot, az ítélet az a dinimek, mondjanak. A dinim, az ítélet, az a hokmának a fénye önmagában üresen, amely egy csapást mér a edényre, és szűrő nélkül, a szűrő visszaver, ugye nem lépett be a hokma, és mit kell tenni annak érdekében, hogy a megszerző vágyba be tudjon lépni a hokma, meg kell édesíteni a haszadimmal, tehát haszadimot kell belevinni, tehát az adakozás szándékával kell ellátni a megszerző vágyat, kapcsolattal, szeretettel, és akkor ez a fény be tud lépni az edénybe, mivel ez másoknak lesz átadva. Tehát magának senki nem tud megszerezni, hogy tanuljuk, hanem átvezető csővé kell válni. Tehát így érzed a korrekciónak a végét, tehát mi az, amit át tudsz adni magamon keresztül, mit tudok átadni az összes többi léleknek, ez akkor mind az enyém marad. Tehát akkor a korrekció végén azt kell, hogy érezzem, hogy én az egész világ számára adakozok, és ez mind átfolyik rajta, amit a világnak adok. És akkor nem szerzek meg semmit. Egyszerűen csak azt érzem, hogy áramlik a csodálatos fény és a szeretet a többi ember irányába, és akkor mindenkin keresztül érezni fogom ezt a megérdesített ítéletet. És akkor ez nem áll meg sehol. Ez olyan, mint a fizikában, hogy nem lehet a fényt megállítani. A fényt ki lehet takarni. Tehát ez egy érzelmi állapot. Ennyi mondja Rav, tehát. Tehát a kapni akarásban az adakozási szándékot nevezzük úgy, hogy én megédesítettem. Rav, можно сказать, что этот ответ такой же, как и на предыдущий вопрос, то есть это ощущение наслаждения Творца. Tehát nyilván az előző kérdésünk, amikor azt kérdeztem, hogy mit jelent a teremtő érzékelése, akkor ezt jelenti, hogy a haszadim fényén keresztül érzem a teremtő fényét? Igen. Oké. Okay. Tehát ugyan a környezetben, itt az ünnepek ellenet, van valami különbség a környezetérzékelésben ünnepnapokon és nem ünnepnapokon? Tehát hogyan jutottok el abban az állapotban, hogy holnap és a következő napokon, amikor nincsenek ünnepek, akkor is érezzem a többieket? Holnap vagy hónap után ugye van az első... Jön majd az első a téli eső, hidegé válik az idő, mondja Ravit Izraelben. Hideg lesz belül, hideg lesz kívül, jönnek a téli napok. Te ettől félsz ettől? Nem félek én ettől egyáltalán, mondja a srác. Én azt kérdezem, hogyan tudom én növelni a hétköznapi napokban is a környezetnek a befolyását önmagam felett, hogy én képes legyek
megtartani azt a szándékot, amit itt az ünnepeket éreztem? Mit kell tennem ahhoz, hogy a közösség, a csoport valamilyen módon úgy befolyásolni, hogy még jobban magamat tudjam vonni az ő hatásukat? Hát ez azért rajtom múlik. Hát mit tudnék más mondani neked? Tehát nyilvánvalóan itt van egyfajta ünnep. Most nem csak a napokról beszélek, nem csak az ünnepokról beszélek. Ebben az évben nekünk mindenféle események vannak az ünnepek között. Mindenféleket, de nem csak az ünnepekről beszélek, hanem a képességem növekedéséről, hogy valóban azt érzem, hogy csak együtt tudunk megtenni dolgokat. Napi szinteken ezt nagyon nehéz megtenni. Tehát te eldöntheted a rossosan akkor, hogy ez történik a következő évben. El kell döntened, és utána követned kell. Mi ezzel a baj? Hát fizikailag, hogy kezd véletem? Oké, na de nekem vannak hétköznapi napok, ezer dolgot kell csinálnom a munkanapokon. Oké, vagy arra. Ez egy belső pszichológiai probléma, nem? Igen. Tehát akkor mit tudok én tenni, érted, magyarabb? Hát azt kérdezem, hogy hogyan tudom én megteremteni ezt az állapotot, hogy a környezet valóban segítsen nekem ezen a helyzeten túlkerülni. Én nem tudom, magyarabb. Hát nézd meg a holdat. És azt mondta, hogy jön az új hold, ez a hónap első napja. És hogy mindenféle dolgokat kell csinálnunk annak érdekében, hogy előre haladjunk. Ezt az emberek döntik el. Tehát minden áldott nap csináltak ünnepet. Van egy héber dal, minden nap ünnepnap. Hát te miért nem ezt csináltad? Hát én komolyan mondom neked, magyarabb, természetesen mi nem tudunk másképp belépni ezekbe az időkbe. A kabaristák mindig erről gondolkodtak, hogy lehet ezt megtenni. Hát pontosan az a pont, tehát nem gondolom, hogy ez rossz. Ez így van. Ezt nem, jön a hideg, jön a tél, magyarabb. Külsőleg az ítélet kezd el növekedni, a gúra, ugye, az ítéletek. De valójában ez egy nagyon jó hely, nagyon jó terület a belső munkára. Én nem gondolom, hogy ez rossz, éppen ellenkezőleg. Én azt kérdezem, hogyan készítsem magam a télre föl, tehát mint egy állat, aki valóban készen akar lenni erre. Tehát mit kell tennem azért, hogy erőfeszítést tudjak tenni? Én azt gondolom, olyan valóban ebben vagy. Tehát én azt gondolom, hogy mi más következhetne. Mi más lenne szükséged? Tehát nyilván a hiány az, amit néznek. Tehát a felső fény. Tehát én azt gondolom, hogy nekem minden lehetőséget meg kell ragadni, ami a terjesztés, a felkészülés, megértés, tehát minden, ami történik. Tehát nekünk helyesen kell rendezni mindent. Tehát hogyan tudunk új munkát elvégezni, tehát hogy lehet elérni azt, hogy mi történjen? Tehát hogyan lehet áttörni a falon? Tehát belül hogy éle meg a problémákat, tehát tehát nekünk tudni kell, hogy mit akarunk tenni, tehát hogyan tudjuk a megoldást saját kezünkbe venni. Tehát készítsetek föl, hogy a Teremtő, hogy fog megnyilvánulni a számotokra.
Tehát nyilvánvalóan egy tehát nagyon aktívnak kell lenni az összes érzéketekkel. Hogy valóban tudjatok számításokat végezni. Tehát, hogy így vagy úgy jó, vagy nem jó, tehát egy egész egyszerűen valóban tehát mielőtt még elkezdett még gondolni, hogy van idő valamire, vagy nincs idő valamire, előtte kell neki menni mindennek, és oké, akkor következő a hármas idézet. A kabala bölcsességében nem lehet elrejteni, kik vagyunk mi, mondja rab. Hát nem kell elbújtatni semmit, nem kell szégyenni, hogy kik vagytok. Mutassátok be magatokat egy olyan világos módon Izraelben. Tehát mindennek világosra kell lenni kifele, hogy kik vagytok, mik vagytok. Mindenféle egységes módon el kell magyarázni, hogy amiről beszéltek, azt mit kell tenni, és hogy kell előadni, és ennyi. Nem kell szégyenkeznetek, nem kell várni semmi másra. Tehát meg kell valósítanatok a korrekciót, és a korrekció csak rajtunk múlik, ezt is tudnotok kell. Tehát... az ukrán srác kérdez. Раф, я мне очень близок к вопросу от мэра, потому что вот этот праздник был очень необычный. Шела шел мэр вот как. Az ünnep valóban nem volt hétköznapi. Mire gondolsz? Вот такой интенсивности работы не было никогда. Мы как время со знаменем приходили, и так вот. Диалог кэзэ билти посек им аборе. Казот интенсивиут не ло зохер аф пам. Nagyon intenzívnek éreztem a teremtővel való dialógust, és sose éreztem ennyire ezt. Tehát minden egyes pillanatban jobbra, balra, fel, lehullámoztam. לא היה פחד מירידות, הייתה הרגשה שזה אומנם לא פשוט, קשור. תהת, נימן, הוא עמק השויית. יש תחושה מאוד גדולה של הודעה על החגים האלה, שהם כאלה. ולא, בוא נזה, כמו ירזי כאלה שבועות. לפני משהו כמו חצי שנה או שמונה חודשים, אמרת שאחרי ראש השנה, אז באמת מאוד מאוד שמחים. Tehát ráos a után elkezdődött ez, és nagyon boldog voltam, mert részt vettem ebben, és nagyon boldog voltam, hogy ez akkor is kezdődött, hogy részt vettem, és éreztem ezt. Ez csodálatos volt, hogy erre fölkészültem. Tehát valóban... Amart akkor ne Baruch Petach Tikva, lehu tafitzu kabala? Béni Barók Petatikból kimehettem velük terjeszteni. Tehát, ugye Alexander kérdezte, hogy mit kell tennünk nekünk Németországban. Чтобы остаться в этом диалоге, потому что это ощущение потерять просто невозможно. Я понимаю, что у нас есть большое дело... Одесский конгресс, Московский конгресс. Мы уже задумываемся о феврале, смотрим, сколько стоит билеты. Шелай бешем гвуцот, ушел бешем гвуца русит, но не бешем кола... Не вамало, он... Мало сот, кедей ло афшер ламацава зе лахмок. אנחנו כבר ברור לנו שחשוב... הוא מתקיעל תנדוין, כוי נעלו ג'ום בזה, תנדו לו גם בילה כשסעם אונקרה. כוי יונו, כי את קונגרסוש, הוא יהיה... אסתם מויד, יונו, אז ישראלי קונגרסוש. איך השאלה רוסית קלאסית, מה לעשות? ומי אשם בזה? אבל... זה אורוס קרדש, זה מתקיעל תנדוין. זה קיטיוש אורוס קרדש, עוד מוניה רב. Mit kell azért tenni, hogy minden működjön? Ma, mondja Rav,
éreznünk kell, hogy a világ mennyire kerek, minden összekötetés van mindennel. A közel-kelet, mondja Rav, az egy nagyon fontos pont a különböző kultúrák, ideológiák és egyéb dolgok megközelítésében. Tehát, hogy Amerika és a többiek és Irán a különböző mozgalmak hogyan nyilvánulnak meg, Törökország, Ukrajna, hogy valóban ezek mind itt egyesülnek, és ez egy csoda valóban, mondja Rav, hogy minden hogy kapcsolódik össze. Egy ilyen komplex dologban, és amikor Pkát. Keresjük a héber szót Ravnak. Hutim. Viszeder? Ez mamás káha, bitura kezad, ראיתם סרט על הנחשים שיש הרבה נחשים במקום אחד תחשים ככה זה ממש תעת להתנום כל הוא עדנה ישוק דולוג טורטניק אצ'יין תעת ולו בוא לזה נדע נדעק יש פורמה ולכן אנחנו יש עזר אנחנו שייכים כולנו לזה גם קבוצות מ... ממינדס תורטוזונק az amerikai csoportok, az európai csoportok, az orosz csoportok, az izraeliek, mindannyian össze vagyunk kapcsolódva a problémák megoldásában. Tehát az összes csoport a világban, tehát nekünk a kapcsolaton kell dolgozni egymás között, mindenek előtt mondja Rav. A terjesztés, tehát minden egyes országban, minden egyes csoport, ugye az, hogy milyen területen van az országunk, az lényegtelen. Tehát nekünk először magunkat kell végig gondolni. Természetesen minden csoport, a csoportok között éreznék, hogy mi történik, tehát a csoportok között éreznék, hogy mi történik. Tehát ez egy hierarchia természetesen. Nekünk ezen dolgoznunk kell még egy olyan módon, hogy ez a legfontosabb dolog. És ennek a legfontosabb vonallá kell válnia az össze a terjesztésben. Tehát mindenek előtt a mi számunkra, mert különben nincsen kapcsolatunk a felsővel, és akkor pedig nincs más választásunk, mint az, hogy valóban meg kell próbálnunk a zsidóknak is terjeszteni, mégpedig a hierarchiának megfelelően, ami a fény és az edény fejlődésének megfelel, és a közvetlen alattunk lévő szint az maga a szétszorodott zsidó. És ebben a munkában meg kell találnunk a kapcsolatok a kiterjesztését köztünk, hogy mi valóban képes legyünk összekapcsolódni, és mindenféle szervezetekkel fölvenni a kapcsolatot, különböző közösségekkel, szervezetekkel, amelyek a zsidókhoz tartoznak, meg kell próbálni terjeszteni a számukra. Az interoktatásban, a kabalában, ez lényeg, hogy hogy hívjuk. És reméljük, hogy ez valóban még erősebbé tesz bennünket, erősebb kapcsolatot okoz köztünk, mert nekünk valóban kölcsönös cselekedetekben kell lennünk. Én nagyon sok munkát látok magunk előtt, és azt gondolom, hogy ebben a munkában érezni fogjuk, hogy az ünnepek állandóan folytatódnak, hogy valóban folytatódik, amit elértünk,
hogy ezek a dolgok így valósulnak meg. És reméljük, mondja Rav, hogy képesek leszünk együtt dolgozni, és még jobban összekapcsolódni egymással. Ezen túlmenően pedig arról a tényről kell beszélnünk, mondja Rav, hogy két hétre megyek Moszkvába, a kongresszus környékén, ott kell dolgoznom. Mindenféle dolgom van a tömegmédiákkal, leckéket kell adnom onnan. Ну и, наверное, вот последний вопрос. Знаете, мы каждый вечер практически, поскольку праздники, в разных коллективах собирались и пытались выяснить свое отношение к Одесскому конгрессу. Вот свое внутреннее. אנחנו בגלל שחגים ויש אפשרות, אז התאספנו כמעט כל ערב ב... אז אין נפק מיד, נקמי מגוון על היתושגים, חוד. מינדל אשת הקרמזה ובראטו קומבינציה ובסיינג, כשאתה כבישגלני, אז עוד יש הקונגרס שזו לו אילן יוצאגון קאט. הרגשה שהכנס הזה... Első időben érkez, most kezdtük el érezni, hogy ez a kongresszus. Ez nem egy ukrán kongresszus, ami nem egy kongresszus, hanem Ukrajnában lesz megrendezve, hanem egy kongresszus, ami egyesíti egész Izraelt a világban. Tehát nyilvánvalóan, hogy ezt kell mélyen belénk helyezni, nyomtatni ezt a tényt, hogy a közös kölcsönös vágy, ועל הרצון המשותף איך שהוא צריך לנפקות את השטח הזה לאט לאט ולהביא לידי מצב שאנחנו מרגישים עכשיו ש... איזה מימול המימוד און מנג'לי אסט זה הדרך שלנו לאחד את כל ישראל כולל ששואפים לאותו תעת איזה מימוד עוד מי אגש שלום ועוד אגש ישראל תאגש איתו עוד ולא בן תורק אני תודיונק איפה לי זה היה כזה שפלי יש מקדימה כזאת מאוד דקה למה שאנחנו מרגישים שיקרה, אם תוכלו להרחיב על זה קצת. Ez egy nagyon erőtes érzés, hogy érezzük, hogy mi történik. Ki tudnánk ezt fejteni jobban, vajon? Én nem tudom ezt most itt jobban kifejteni, mondja Rav. És valóban én nem tudom ezt olyan fajta állapotban kifejteni, tehát én valóban tehát milyen mértékben vagyok képes kitölteni mindezt, tehát ebben a világban. Tehát az összes politika, a világ, és egyáltalán általában hogyan tudjuk ezt megtenni, és hogyan tudunk mindenféle deformáción túlkerülni, hogyha mi képesek legyünk valóban érezni, hogy minden egyes kongresszuson egy kapcsolatot tudjunk egymással lépni, bár fölé kell emelkednünk minden bűnnek és gondolatnak, ami megjelenik bennünk, és valóban a távolságnak, ami közöttünk megjelenik, és a történelmi problémákon is, amik a múltból származnak. Tehát ez bizony, ez hozza nekünk létre a korrekciónak a lehetőségét. Izraelhez annyit tudok hozzátenni, hogy a zsidók számára egyszerűbbnek kéne lenni ezt megtenni, mert az összes nemzet szemben van egy távolság, egy elutasítás a zsidók szempontjából, sőt, néha gyűlölet. Ezért a más nemzetekkel való elfogadással kapcsolatban valóban olyan módon kell biztosítani mindent, hogy dolgoznunk kell,
minden dolog felett, ami a múltban történt, tehát mind a két oldalról, és ez egyfajta szükségszerűség, tehát nagyon sok érzelem van az emberekben, a zsidókkal szemben is, hogy ezeket a dolgokat lefedjük. Tehát a tény, tehát az arabok, az ukránok, tehát mi látjuk ezeket a dolgokat, hogy az egész világban ez a fajta gyűlölet kezdett el felébredni, hogy valóban látnunk kell, hogy itt mi történik pontosan, és ilyen módon valóban a gonosznak a felismerése jelenik meg. Tehát látszólag nincs más megoldás, mint az, hogy a bűnt, hogy a szeret lefedje az összes bűnt, tehát nekünk arra van szükségünk, hogy egy bizonyos módon tudjunk beszélni a közöttünk lévő különbségekről, és a gonosznak a feltárlásáról legalább egy kismértékben, és akkor valóban a szeretet lefedje minden bűnt. Ez az állapot, ahova el kell érnünk az Odesszai kongresszussal. Tehát így kell az ukránokkal tehát hogyan tudunk a moszkvai kongresszussal úgy felkészülni, hogy az orosz politika általánosságban is. Tehát amikor arról is beszélünk, hogy a szeretet lefedés minden bűnt, valóban, tehát hogy ne a gyűlöletet ébresztjük fel egymás irányába. Én nem tudom, hogy mit kell tennünk még, magyarabb. Ezért az összes kongresszus az ukránok és az oroszok között nekünk végig kell gondolnunk, hogy még belsőségesebb, belső kapcsolatra kell lépnünk annak érdekében, hogy ne legyenek problémáink a kormányokkal. De reméljük, magyarabb, hogy a mi munkánk által elérhetünk egy olyan állapotot, ahol valóban ezek a dolgok megoldásra lenyugodhatnak. És pontosan ez az, amit látnunk kell, hogy nekünk látnunk kell a megoldásokat, tehát valóban, tehát nekünk látnunk kell, ugye látjuk, hogy az amerikaiak ugye úgy fújják a zenét, hogy az európaiak erre próbálnak zenét, vagy arra. Tehát ebben nincs megoldás, hanem nekünk azt kell inkább látni, hogy majd a szeretet fogja lefedni a bűnöket. Tehát meg kell értenünk, hogy egyébként máshol ez nem fog működni, mert a bűn bűnt szül. És ezért el kell engednünk az egót, fel kell adnunk. Hogyan lehetséges ez, mondja rá? Hát ezért van írva, hogy csak azzal a feltétele történt ez meg, hogy érezzük a hatalmas spirituális profitot, és mindenki a saját büszkeségéből ki tud lépni, és nyilván ezekben az országokban nagyon nehéz túllépni a nemzeti büszkeségen, hogy elérjék azt a fajta spirituális emelkedést. És hogy melyik tud egyáltalán spirituális értelemben emelkedni, melyik ország.
Tehát én most olvastam nemrég, mondja rá, hogy a kínai miniszterelnöknek a levelet, mondjuk a legnagyobb ország, a legerősebb ország, 30-50 év, és megelőző mindenkit, ide jutunk, meg oda jutunk, meg amoda jutunk, ezt ők elérni. Tehát mindent olyan módon nyilvánított ki, hogy Kína egy izolált, szegregált módon kiemelkedett többek között. De hogy lehetne ez, mondja? Jó, én ezt értem, hogy Kína, ez mindig a kínai falon belül élt, és ott is szeretne maradni, és ott is lehetne fejlődni. De, mondja, ebben a helyzetben, a világ helyzetében, amikor hallok a egyik vezetőtől, hogy ez a terv, hogy hogy fognak fejlődni elszigetelten a többitől, tehát, hogy ők a fal mögött maradnak és haladnak előre. De ez a természet tervével ellentétes, mondja, hát hogyan lehetne sikeres? Hiszen akarják vagy nem akarják, a kapcsolat felé fognak haladni. Hát nézzétek meg, hogy mi történik. Az amerikaiak úgy rendezik el a káoszt az egész világban. Ez módszeresen csinálják, szisztematikusan, hogy az arabokat kizavarják Európába, afgánokat, Irán. Tehát, hogy valóban káosz legyen az egész világban. És azt mondják, hogy ezen a módon, ha mindenhol káosz van, akkor mi uralkodunk. Ezért nekünk meg kell erősítenünk a továbbiakban is a kapcsolatunkat annak érdekében, hogy kumuláljuk az erőnket, spirituális erőnket az adakozás felé. Az ukrán kongresszussal kapcsolatban szeretnék kérdezni, amit az első kérdés, mi a cél, amit magunk elé kell tennünk ezzel a kongresszussal kapcsolatban? Egyesülni az összes ukránnal, a teljes ukrán edénnyel, az egyének edényével. Tehát ez egy hatalmas ország. Hányan vannak? 40 millióan? 55 millióan, mondja rá. Még többen, mint gondoltam, mondja rá. Tehát nekünk képessé kell válnunk, stabilizálnunk, egyesíteni az erős csoportot, akik megtartják az összes egyént, aki Ukrajnán belül hozzá kell kapcsolódni, és hogy képesek legyünk valamilyen módon terjeszteni a kabala bölcsességét, és ilyen módon erőt adni nekik, és ennek megfelelően kell a Moszkvában is tevékenykednünk, tehát Moszkvát is meg kell egyesíteni a kapcsolatban, hogy valóban ez a kapcsolat elvezessen a békéhez. Mert ha mi össze vagyunk kapcsolódva, mondja, akkor egy kölcsönös tervet tudunk felébreszteni a két országban. És a külső terjesztés, az általános terjesztés nyilvánvalóan azt jelenti, hogy ne, ugye itt ez egy nagyszerű terv, hogy mindenkit minden egyesítsünk. Oké, milyen állapotokon kell ezt tömenni a kongresszusig, hogy elérjük a célt? Kapcsolat, mondja. Semmi más nincs szükségünk, mint kapcsolatra. Tehát a kapcsolat köztünk az, ami elhozza azt az állapotot, hogy összevegyünk kapcsolat egymás között. Még anélkül is, hogy külsőleg kapcsolódnánk egymással, mégis a belső kapcsolat, mondja, amin keresztül megyünk, az a felkészülést is szolgálja, és csak akkor leszünk képesek kimenni és valóban terjeszteni. Azaz, nyilvánvalóan az ember hogy növekszik, nyilván egy bizonyos koráig növekszik, aztán megházasodik és gyerekei lesznek. Mi még nem értük el ezt az állapotot, hogy házasok legyünk és gyerekeink legyenek. Tehát mi mindig a növekedésben vagyunk, az építkezésben.
Magunkat még most építjük. A Romániából kérdezi valaki. A román kongresszust éreztük, hogy a reggeli lecke a kongresszussal kapcsolódott. Most pedig ugyanezt kell tennünk, hogy ez szával is. Nekem ezen is probléma, itt tesztek. Tehát rakjátok össze ezeket. Tehát magyarul, hogy vegyék elő a kongresszusi leckéket, és menjünk át keresztül. Tehát akkor azok az emberek érzé, felelősek, vegyék elő az anyagokat. Mikor nincs is teljes mértékben befejezve, a téma most már tiszta. Nyilván az árbótnak a lényegén keresztül megyünk, amelyet már elkezdtünk most újra venni, és holnap is fogjuk ezt folytatni, mondjam. És aztán válaszolnak, van néhány cikke Rabasnak az árbótról. Haderából egy kérdés, hogyan tudja mérni a csoport önmagát, hogy készen áll-e a kongresszusra? Aki velünk van a reggeli leckén, ott ez nem lesz kérdés. Aki készen áll, aki velünk van, az készen fog állni, mondja rab. Tehát nekünk... most tovább kell olvasni, a hármasnál voltunk, ugye? Akkor a hármas idézet jön. A Sminát szeretben a mindennapban a tiszta víz állapotot árul fel. Ez a jelentése az imának a vizek felett, amelyek beteljesítik az állapotát a Malkut kollekciójának, amelyel elérhető a bölcsek bölcsessége teljes mértékben, amikor a tóra beteljesedik, az a legfontosabb aspektusa teljesé válik a tórának, a bölcsek bölcsességének elérése által, és ez az oka annak, hogy a tóra pontosan ebben az időben teljesítő be, amikor minden egyes ember fogja a tórát, leül egy körben tanulni, és megszerzi a tórát ezáltal, mivel Izrael mindenkinek, Izrael tagjának részt kell válni a tórában. Azaz nekünk a korrekciót kell érezni, a megszerzést, meg kell szereznünk a fényt, ezen az edényen belül, amit hívunk a tóra, a belső fény. Mivel mindegyiknek van a tórában egy integrált része, és ők ezt össze kell kapcsolni, és mindannyian együtt kell integrálnunk a tórába, és akkor a tóra az tökéletessé válik, és az összes megszorítás a világban megédesítésre kerül, és ez az oka annak, hogy minden egyes ember, aki a tóra felé fordul, annak érdekében, hogy a tóra magába foglalja Izrael összes lelkét, amely a teljességét adja majd a tórának, és akkor a tóra integrálódik a saját gyökerével, nevezetesen a felső hokmával, azaz mindenki felemelkedik személyesen, ugye a Malkut és az Arámpint megéri magában egységnek, és ez a tórában a saját része az embernek, amely a beresít az a teremtésnek a része az embernek, és akkor mindannyian interálódnak egyik a másikba, egy hatalmas örömet elérve együtt, amelyet az igaza fényének nevezük az örömben, és amikor elérjük ezt az örömet, amely a Szimka Tóra állapot, az a Tóra öröme. Az az, amikor az éjszaka rá, során elérjük a Bina Malkutot, hogy összeolvadnak. Na kérdezz! Tehát a kapcsolati háló köztünk el, amiben felfedezzük a jót. Ezen túlmenően mi egyetlen erőt fedezünk fel, ami jó, és az az erő az egyetlen, amely uralkodik a valóságban, és ez az erő a szeretetben tárul fel a mi számunkra, azáltal, hogy növeli bennünk a hiány a kapcsolat irányába. Igen, mondja rá. Itt az van mondva, hogy mindenkinek meg kell ragadni a saját részét a tórában. Így van. Nyilvánvalóan ez okozza a felső fénynek az elérését, hogy belépünk az általános edénybe, az általános lélekbe,
mivel az általános lélekben mindenki felébred az általános lélekben azt a részét, amin keresztül ő maga megkapja a fényt, az az én része az általános lélekben, ezt nevezzük úgy az én lelkem, és akkor ez tekintető úgy, hogy az én tórám. A fény, amelyet ezen keresztül én megkapok, az követ engem. Itt mindenkinek meg kell ragadni a saját könyvét a tórának, ez így van. Pontosan ez a kérdés, amit akarok kérdezni. El tudnál szerintesen magyarázni? Én nem tudom, attól tartok magyarabb. Oké. Tehát vannak a válaszolom írásai... Az volt, amikor az emberek úgy fordítok a tórát, hogy az rombolást okozott Izraelben. Tehát nyilván a tórának a külsőséggel való foglalkozás. Ez pedig katasztrófát okozott, tehát a világnak hatalmas problémákat zúdított rá. Ha ti a tórát úgy interpretáljátok, magyarázzátok, hogy ez valami, amiről írva, mit kell tennetek, betűk halmaza, akkor valóban problémákat okoztok, mert le vagytok válva a tórának a belsőségéről. Azaz az embert eltávolítjátok a valódi tórától, amely a fénynek a tórája, a felső fénynek a tórája, amely az Erampimból árad, a szívják igazi tórának, a Malkuttól, amely az általános Nesama, és amikor a Malkut korrigálja önmagát annak érdekében, hogy megkapja a tórának a fényét, akkor az Erampimnak az évogját a Sekinában vagy a Sintában megadályozottok. Oké, na de ez... Tehát Bala Szalam beszél arról, de zsidókra gondolsz, mondja, igen, tehát, de én azt mondom, hogy nem barokra, de nem, én a Isten mentse, én a kabbalisták beszéltek arról, hogy a zsidóknak mit kell tenni, hogy amikor a tórához úgy fordulnak, úgy, ahogy ezt az orosz mondta, ezt megőrzem, hogy az egész világnak csak a külsőséget kell végrehajtani, akkor ez nem fog segíteni. Tehát a zsidók önmagukban kell, hogy megtalálják a kapcsolatot egymás között, és a tórában megtalálják a belsőséget a külsőséget szemben. A legkisebb, a legnagyobbig hinni fognak bennem, és ismerni fognak engem. Ennyi, mondja rá. Az én házam a világ nemzeteinek az imaházával válik. Tehát a hiány mindenkiben fel kell, hogy bukkanjon mindenkinek, és a hiány mindenki számára is nyitva van. A Zerampin irányába, a teremtő irányába, a Mahud Ein Szof irányába. Érted? Oké, na de ez a nehéz kérdés. Na de látjátok ti, hogy a világban egyre több, mennyivel több ember szenved mindig? Képesek vagytok látni, hogy ez innen indult ki? Na jó, de akkor el kell jönni az időnek, amikor mi képesek vagyunk tenni valamit, hiszen most szinte lehetetlenek látszik ez, hogy ezeknek a véleményét megváltoztatják, akik itt a tóra külsőjével foglalkozásonak a belsőjével kezdnék a fontos. Nem. Mi ezt nem tudjuk megtenni, nem ez a helyes mód. Én képtelen vagyok megfordítani bárkit bármerre, mondja Rav. Nem, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy a felső fényt kell rávenni, hogy ezt tegye meg. Tehát ezen a módon nekünk el kell rendezni a mi tevékenységünket, hogy biztosítsuk a felső fénynek, hogy ez befolyásolja az emberiséget. És ez a mi feladatunk, ez a mi sorsunk. Ezért a mi szerepünk az egy hatalmas angyali feladat, hogy dolgozzunk annak érdekében, az Úrnak az érdekében. Mondhatnám másképp is, szolgáld a világot és az Urat. Tehát készítsd elő a helyet, a feltételt arra, hogy a felső fény befolyásoljon mindenkit. Ez az, amire szükségünk van. És ezt nevezzük úgy, hogy felkészítettük az arvutot, vagyis hogy képesek vagyunk minden ember számára ezt a rendszert kiterjeszteni, hogy valóban integrálhatjatok valamilyen mértékben a rendszerbe, és ezen a rendszeren keresztül lehozzátok a reformáló fény. Nyilván az azt is jelenti, hogy valamilyen módon... képesek legyetek mindenféle feladatot végrehajtani, és hirtelen érezzétek, hogy a körök által
Jó érzéseket keltsetek az emberekbe, ha mindenki érzi azt, hogy működnek a dolgok. Ez egy cselekedet, amit nekünk kell megtenni. És hagyjuk, hogy a felső fényt aktiváljuk magunkban, és ha azt gondoljátok, hogy internetesünk keresztül tudjátok ezt elérni, az internetus nem fog nekünk segíteni. Az internetusnak egyetlen következménye lesz, hogy már tudjátok, hogy ez a fajta kapcsolat milyen, és ezért tudjátok érni a kapcsolatot az emberekkel egyetértésben, szeretetben, kölcsönös egyetértésben, kölcsönös döntésben, mindenféle körökön belül. És ennél többet nem is kell tudnotok az internetusoktól. Ezért a körökben, mondja Rab, meg kell határoznunk és stabilizálnunk el a családokban, a munkahelyen, az iskolákban, minden egyes helyen ezt a fajta megközelítést, ahol valóban, még a börtönökben is, mindenhol, mondja Rab. Ez, amit tennünk kell. Tehát nekünk nincs szükségünk arra, hogy túl bölcsek legyünk. Sajnos barátaim, nekem most mennem kell, mert ma korábban megyek dolgozni. Úgyhogy én most elköszönök. Ne felejtsétek el, Zsolt írta, hogy délután is lesz egy lecke. Sajnálom, hogy később kezdő, de nem tudok itthon maradni, fordítani tovább. Tehát a délutáni leckéhez kapcsoljatok a Zsolttal, ami egy, gyakorlatilag egy szombati leckének megfelelően 4:15 környékén lesz, de majd a Zsolt megírja. Jó, sziasztok, nekem most sajnos mennem kell. Viszlát, barátaim. הגיס שלי אומר לי, תשמע, אני כל הזמן נמצא, אני מתפלל, מה זאת אומרת? אנחנו מתפללים. בטח, בטח. אתה מבין? כל הזמן, ככה, בכובד ראש, הקפות, הקפות השניות, זה... אתה חושב שהוא לא שומע ממני? תאמין, אני יושב ומדבר איתו, בלי ריב, בלי סקנדל. לא מבין, הבן אדם לא מבין מה אני מדבר איתו. הוא גם לא מאמין בזה שזה קיים דבר כזה. לא, הוא מחזיר מוטב. ואני שואל את עצמי, תשמע, אנחנו, אתה מדבר על סוריה, אתה מדבר על... רגע, 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 מה אור המחזיר למוטף? אם הוא לא מאמין, אז הוא לא מאמין בתורם, במה שכתוב. כתוב זה, זה לא שהמצאה שלנו. זה לא טוב. להם זה לא ברור ככה. הם לא רואים את זה ככה. הם לא רואים את זה ככה. בסדר, לא רוצים... תראה, לא רוצים להזכיר מהתורה חצי מהתורה, או 90% מהתורה, זה מה אנחנו שומעים. אבל מאור המחזיר מוטף, בראתי יצרה, בראתי תובלין, תורה תבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטף. מי לא יודע את האמרה הזאת? נו, לא מאמין, לא מאמין בסדר, אז אתה, זאת אומרת, אתה מבטל כל התורה, כי זה נקרא תורה, המאור המחזיר למוטף. או שזה איזשהו אור של הפרה, שאתה כתבת עליה משהו ואתה הייתה רוקט. זאת התורה, תלוי איך אתה מגדיר. לי זה לא עוזר, הקלף הזה הוא לא עוזר לכלום. אני לא מבטל אותו, אבל אני מסתכל עליו כי על מנהג, כי על סימן. אבל באמת תורה כתוב, המאור מחזיר למוטף. זה לא מאמין, זה גזחה בסדר, נו. לכן הוא גזחה. מה פתאום? תראה, באתי מכל מיני אסכולות דתיים. בחיים, מי שומע אור מרזיה מוטב? בסדר, כי ככה לא... רגע, אני לא מבין. זה שלא לימדו אותם נכון, זה לא מבטל את האמת. נו, אז מה אתה רוצה? אז הם לא יודעים, בסדר. הם לא יודעים. אין הרבה לדבר בכלל. יש חלק מהאנשים שאומרים, העיקר זה רק לעשות פעולות קיצוניות. רק לעשות פעולות. אל תפעיל שום ראש. רק פעולות. זהו. אתה בא לבית הכנסת, תפתח סידור, תקרא מתחלה עד הסוף מה שכתוב, זהו. זה קל. זה מה ש... וזה מובן למה כך היה החינוך. כי היו צריכים להחזיק את העמך ב... ככה במושכות. אבל תיקון מזה לא נעשה. וזה לא תורה. זה ממש אמצעי גלות. זו השאלה עכשיו, שנשאלת כל הזמן, ואני שואל את עצמי גם לבד. האם באמת אנחנו יכולים לעזור בצורה כזאת, עם האור המרזה המוטב, הקבוצה הקטנה הזאת, אנחנו לא הרבה בארץ, לעומת הכמות האנשים שמתעסקים בחיציונות של התורה. האם זה לא סוחב מזה? זאת אומרת, הכוחות, אין איזון אצלנו. יש איזון. איפה יש איזון? יש איזון.
יש? כי במוח כזה ג'ולה הקטנה מנהלת לך כל הגוף. היא שוקלת 10 גרם וכל הגוף שוקל 80 קילו. תגיד לי איזה איזון? כך, יש לך גם כן במחשב מיקרופרוצסור הזה הקטן. גם אותו דבר. אני לא מסתכל על הכמות. ברוחניות איכות היא חשובה מכמות. ואיזה יש שם איכות? הם לא מבינים בכלל מה זה תורה ומה זה תפילה ומה זה מצווה ושום דבר. נו, אז מה יש לדבר? זאת אומרת, יש תפילת דת תורה ויש דת בלבייטים. דת תורה הפוכה מדת בלבייטים. נכון, מה לעשות? אבל יגיע הזמן, יבוא הזמן, שלא יהיה ברירה, וככה השתנו, לאט לאט. זאת צריכה להיות מהפכה גדולה מאוד, פנימית, בעם ישראל. ובכל זאת יהיה גם כן ערב רב, לא פשוט. אבל אנחנו צריכים לעשות את החלק שלנו בזה. כן? זה מפריע לנו היום. אם הם לא מפריעים לנו היום, בעצם מה מפריע לנו כן להגיע לתיקון הזה שאתה מדבר עליו? מה מפריע לנו? להגיע כבר לגמר תיקון, ולא למשוך את זה ככה בזמן, וכל הבצרות והבלגן. רק החיבור בינינו מפריע לנו. רק החיבור בינינו. כלום חוץ מזה. מה הקושי? אני לא יודעים מה הקושי. אם אתה אומר שזה רק זה, אנחנו יודעים את זה, אז מה הבעיה? אז דוד אומר, אז מה הקושי? אז מה הבעיה? מה הבעיה? כן, רק להתחבר בינינו, וזהו. כן? מה יש? נו? 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 אז למה אנחנו לא מצליחים לעשות את זה? זו השאלה. אז כי אתם לא מוצלחים, מה יש להגיד? נו? כן. בדיוק בהמשך לשאלה הזאת, הבקשת עזרה, שאנחנו אולי כל אחד מבקש לבד, לא מבקשים ביחד, לא צועקים כאילו מכלל ישראל. איך עושים את זה? איך מבקשים ביחד? מדברים איך לבקש יחד ומגיעים לזה שמבקשים יחד. אז בתחילת השיעור עשינו סדנה, ובאמת הגענו לזה בהכנה של החמש דקות כן. האלה, שצריך לבקש ביחד. נו. כי מההתרשמות מהשיעורים הקודמים הגענו להבנה שכלית שצריך לבקש יחד. התקדמנו פנימה לתוך השיעור. אני לא יודע, יכול להיות שכולם פה בבקשה רק אני לא, יכול להיות שאני רואה את זה ככה. זאת אומרת, מתי אני יודע שאני לפחות בכיוון הנכון? אנחנו, לא אני. אנחנו מפעילים את עצמנו בכמה שאפשר. מרגישים שינויים חיצוניים מאוד איטיים. אבל האמת שבפנים אנחנו עוברים שינויים מאוד מהירים, מהותיים. רק אותם אנחנו לא מרגישים. עד שמשתנה משהו בנו, מבחוץ, זה לוקח זמן, שזה יבוא כתצוגה משהו, תוצאה משינויים פנימיים. אז לומדים ומפעילים את עצמנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אתם צריכים בעיקר
להבין איפה צריך להיות תיקון. אם עכשיו אני יושב כמו בתחילת השיעור, בחור צעיר, כן, כמוך, יושב, ואני יותר דורש ממה שבתחילת השיעור, פחות לעצמי אלא עבור אחרים, אני כבר התקדמתי. אם אני שוכח על עצמי יותר ויותר מודאג על איך אנחנו נעשה נחת רוח לבורא, מעביר את הדגש אליו, התקדמתי. זאת אומרת, ההתקדמות היא חייבת להיות כל הזמן בנו, בהבחנות הפנימיות, בערכים יותר ויותר רוחניים. אתה שואל, איפה זה נמצא? אולי זה נמצא בכל אחד ואחד. אני רואה איך שהאור העליון עובד על כל אחד ואחד. פעם בכמה חודשים אנחנו מרגישים שינוי. אפשר לעשות את זה יותר מהר. השאלה עד כמה? עם כל ההשתדלויות. אז טוב מאוד שאתה לוחץ ודורש, ויש הרבה כאלו, כן? אבל גם כן צריכים להבין, והוא מסביר לנו את זה בהרבה מקומות, שסך הכל הפרוטה פרוטה הוא מצטבר את החשבון גדול, וחשבון הוא מגיע, ופעם לכמה חודשים אתה מרגיש איזה שוני בהתנהגות הפנימית שלך, בהסתכלות הפנימית שלך על החיים. כך זה קורה. אבל העיקר אני אומר שוב, זה ההבחנות הפנימיות, עד כמה שאני יותר דואג החוצה. כן. אפשר לשאול אותו פעם על מהי ההרגשה הזאת שבורא נותן סימן שהוא נהנה מהפעולות שלנו? סימן הכי פשוט זה שאדם נהנה מפעולת השפעה. טוב, אנחנו... איפה? לא יתה סף המקנה. בסדר. אנחנו...